Sziasztok, én George vagyok, és itt van velem Charlie. Szevasztok! Most hát itt lenne a kért BMW M3 Speedtest. Kocsi 8 venomos, LSD ajtós, matricás. Szóval minden rajta van. Ja, amit lehet rátenni. A motorháztető kicsit összetörött, Ryan alkotott. Ja. Lámpa ki volt törve már. Ezt tegnap szerelés után egyből. A falnak vágtam. Most nem a falnak, hanem felmentem egy hasonló területen, mint ami itt van, a gazdag negyedbe, és kitörött a lámpa. De amúgy az a baj az a kocsi, hogy nagyon könnyen törik. Ez? Mhm. Hát csak az eleje. A többi az nem annyira. Hát de nem elég? De. Az nagyon látszik. És csak azzal megyek neki mindennek. Ja. Na mindegy. Nézzük. Na húzást ki. Hoppá, kicsit laggolsz. Na megint. Mhm. Ez nem valami gyors ez a kocsi, de legalább könnyű irányítani. 2, 77, 78. De legalább a fék a legjobb benne. Nem csúszik semmit. De azért még az SLS nem nyomod be. Aztán nem meg baj. Meg a Nissanomat se. Gond van. De tényleg össze kéne adnom. A Nissant. Ja, ezért. Ja, a Skyline-t. De a másik már nincs is bent. Ja, már nincs. Már Supra van. Ja, volt egy nekem. Nem annyira jó. Josh-nak még van is. Ki az a Josh? Josh. Te ismered? George. Én nem ismerem. Csak olyan hangja van a kocsidnak, mint a porszívónak, hallod? Kávédaráló. Nem porszívó. Én nem az a Ryan motorja. És robogója. Az enyém meg úgy dorombol, mint egy macska. Szépen menj. Szépen menj az uton. Ki? Mennyivel mész amúgy? 91-et. De várj, menjen egy Bobcat-es. Megölöm, ha nekem jön. Elengedem. Én nem. Úgyis utolérlek. Figyelmesek, beáll elém. Remem, neked megy. Nem ütöd el direkt a bicajosokat. Mondj, milyen színben néznek ki jól az M3 szerinted? Szerintem fehérbe. Nekem úgy nem tetszik. Bazd meg! Nem is volt benn senki, csak gurult a kocsi. Neki mentél? Aha. Azon így gyere nekem te is. Tűnöm. Nem tudok kiszállni. Mi neked ment? Mint az állat, nem látod, hol van az autóm. Akkor azért te még te is nekem. Ennyi volt a másik lámpa. Itt nem is érdemes izé kocsit szereltetni, majd ha füstöl csak akkor. Az egész első lökös figyelt. Csak nem jönnek nekem addig. Hát én be is húzom a kézifőket. Inkább akkor az szálljon el, mint én. Íj, odébb kéne állnom. Dehogy is. De Bobo, vagy mi az? Valtomba meg izé? Nem is ült senki, és úgy jött. De most ez a mi? Szellem vezeti a kocsit, hallod? Ennek is mi a neve? Kinek? Jajaj, látom.
Odébb áll. Ez a szellem Volton. Aha. Hát de bazd meg, most mi volt? Jött a semmiből. Ugye nem füstöl. Mert miért álltak meg az úton? Mondd neki, egy szellem Volton itt tizelt. Elment előttünk. Mert álltunk, mert körülnéztünk. Rendben. Hát most mit mondjak? Hát azért álltunk meg. Durva volt, Jeff. Vegyél vissza. Az is ordon előtte. Mennyit adott? Amúgy mennyit adott? Ez volt ez a Volton. Az mondom, csak itt semmiből jött. Egy semmik be is van zárva. Ez mi? Amúgy én sem láttam benne most így visszagondolva senkit. Hát majd a videóba visszanézheted. Egyszer csak bejött elém a semmiből. Láttam, hogy szürke volt lehet száguldott. Mit keresel a tetőn? Valószínűleg ő a kémény cseprő. Kaptam egy üzenetet. Most? Ha? Semmi. Piráltam. Mehetsz. Alapod Ducati, ha igen, akkor mennyi? Már egy kicsit. Nem, amúgy gyári, nem? Gyári. Ezen a felén szálltam be, és nem csukódott le az ajtó. Most üzletelsz? Dehogy is. A gyerek megkérdezte alapra a Ducati. Valószínű. Jó, én lerobbantam. Már? Nem tudom, megint megdobod valami. De nem, és nem robbantam le. Vegyél szerelődárát. Nekem is kell. Ducatiba. Totál káros. Tényleg nem robbantam le amúgy. De feketén füstöl. Egy kocces nekem annyi. Meg úgy laggolok, mint a szar. Jó, nekem azt hiszem el kéne mennem szerelőhöz, szóval lehet, hogy olcsóbb lenne. Akkor milyen tuningos? Az ott kabriót csináltam az SLS-ből, ezt nézd meg. Várj, bemegyek északira előbb, megnézem melyik. Lehet, hogy egyszerűbb lenne a szerelőláda. Nem, bemész szerelőkhez, 10 millióért megcsinálják. Szerelőládát meg nem biztos, hogy kapsz 10 misibe. Hát ez lehet elmondani, soha. Lodás. Jó, jó. Az ikrek. Te belém tudod? Ugyan dorombol ez az autó. Most ez mit csinál, de őszintén? A végre. Prüszka. Akkor itt be lehet menni a sürgősségén? Aha. Tíz misi. Na, ez nem számít. Hú, még jó, hogy nem ment. Nem álltam be úgy. Akkor megyek. Na nézzétek, milyen színbe tetszene nektek. Piros. Hülyén néz ki. Vagy mire, így hülyén. Hát, így zöldben még jó. Hát így egyre szarabb. Ez a kék se rossz mondjuk. Csak így alig látszik a matrica. Na így meg már szörnyű. Így meg egy buzinak sincsen ilyen kocsia. Rózsaszínbe. Nem, hogy pirosba nekem tetszett. És full fehérbe. Ja, olyan volt, hogy ilyen volt, így vettem. Fekete. Ó, hallod! Tudod, van az a BMW, ami kint van Blueberry-be. Igen. Na, hogyha full feketére lefestetem a BMW-t, ugyanúgy néz ki. Tök jól néz ki benne.
Na majd mutasd meg melyik. Majd látni fogod a videót. Ja, tudom melyik az. Nem festem. Az hogyan lehet, hogy a szélvédőm kijebb van, mint a kocsi textúrája? Nem tudom. Tegnap rátett... De mi? Rátettem a legszélesebb kerekeket. És levette róla. Még tegnap tettem rá. És levon 10 milliót, ugye összesen a kettő. Én behalok ezen. Öcsém, az ütközéstől felcsúsztak az üvegek. Az esetes az hülyén törik különben. Nem, most már jó, most már jó, már van csinálva. Ez jó, mert könnyen lehet szerelni. Nem tart órákig. Mondjuk nem baj, ha órákig tart. Szegény csávok meg ott várnak a sorba. Várjanak. Én is vártam régen eleget. Te! Kávédarálóddal belém jössz. Veszed le korod a szorról. Egyébként elvileg ma lesz egy szerver bemutató vagy ilyen, hogy mondjam. Hát csak felmegyünk szerverre, aztán megnézzük, hogy milyen. Ja, valaki kérte, már nem tudom, mi volt a neve. Endless MTA-szem? Mindegy. Tök meg. Nem, én nem töröm meg visszafele az autót. Most szép patika állapotban. Kérdeztem. Mhm. Nem tudom, mennyit érhet. Akkor minek? Akkor minek? Mit akarsz eladni? Az M3-ot megkérdeztem, milyen tuning van benne, elmondtam neki, azt, és mondtam, hogy ajánlatot várok. Erre azt mondja, nem tudja, hogy mennyi az ára. Mond neki 3 milliárd, kész. Nem mondok, utálom az ilyeneket. Nem tudja, mennyi az ára, akkor minek akar ilyen kocsit venni. Mert a Skyline-nom ér 1 milliót akartak adni. Na jó van, ezért nevetségesebb is volt. Azt mondja, ad érte egy Alfa Romeo-t, meg pár ezer forintot. Mondom neki, jó, rendben. Azt mondja, leadom a köveket, hol találkozunk? Mondom neki, ezt elhitted, mi? Ez kevésért. Ducati. Megjöttem. Látod most, milyen patika állapotban van? Fogadjunk, itt most szétfogom. Mi? 32%-os állapotban van. A helikopter 32. De még azt tegnap nekivágtam az izén, a feednak. Hát jó, de az most nem kell mit fizetni. Ezt megjavítják, ingyen. Ja. Jaj, én véletlenül ugrottam mondjuk. Na, ez a nevetséges ajánlat. 100 millió. Jó, vissza se írok neki. Mondjuk az nem lenne rossz, hogy levinnék az árakat, mert tényleg nagyok. Hát aznak meg nem lenne értelme, akkor bármelyik kocsit felvásárolna bárki. Hát de most már senki se ad, nagyon ritka, hogyha 3 milliárdot adnak KP-ba. Nem, akkor nem adom el, nekem édes mindegy. De most levinnék 100 millió lenne például egy M3. Akkor én is fel, most vehetnék 7 darabot, van 700 millió most. Ne örülj neki. Annak semmi értelme nem lenne. Aztán utána meg megint felvinnék, felmenne az ára neki. Adhatsz nekem egy kis pénzt. Aha. Még gyorsan leverem a szerelő árát. Ducati miatt. Zene nem ő törte szét. Dehogy is, nem. Hát én nem láttam rajta füstöt, amikor visszahozta. Hát én sem, mert nem lehet látni, hogyha kicsit... De azért meg lehet ám látni. Hát a feketét azt meg. A fehéret is amúgy. Azt nem annyira. Hova mentél? Nem, sehova. Miért van nálam a doboz? Nem tudom. Van egy
És ez a videó akkor ennyi lesz. Hogyha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, sziasztok! Szevasztok!